Jó reggelt, Vietnám üdv a csatornáképpen jelentkezik a következő csodálatos 7 Days to... Oh yeah, még mindig benne van a képerve ez a dolog, pedig nem 7 Days to die, és most meg... Jaj, ne, most előidéztem azt, hogy meg fogjátok kérdezni, hogy mikor lesz 7 Days to die, de nem akarok rá válaszolni egyébként. Jó, válaszolok rá, tudom, mert egy csomó most így felcsillant szemmel így néztek a monitorra, meg már akarjátok gépelni, hogy mikor lesz 7 Days to die. Úgy érzem, hogy egy kicsit azt kimaxoltuk azt a játékot, úgyhogy egyelőre most nem azzal fogunk foglalkozni, hanem inkább farming szimulátorozunk, és krumplit ütetünk ezerre. Csapjuk neki, gyerekek, csapjuk neki, és egy kis belső nézetben még mindig, és egy kicsit le van engedve egyáltalán? Itt hagyta már minden gyerekek. Hát le van engedve, verhetjük neki. Adja neki tempomat a gyerekek. Na, figyeljetek, változtak a dolgok, egy csomó mindent kitalált a keeper közbe. Az a szituáció, minek fordítasz, hülye gyerek. Ugye, az a szituáció, ugye arra gondoltam, hogy pontosan a videó 15. percébe csináljuk meg mi azt a csodálatos dolgot, amit úgy nevezünk, hogy sorskártya húzás. És a sorskártya húzás azért a 15. percébe, a videó 15. percébe fogom ezt megcsinálni, mert vannak olyan sorskártyák, amik igazából a videó, az aktuális videó hátralévő részére vannak kihatással, ráhatással. Szóval igazából, hogyha így a felénél csinálnám meg, akkor nem lenne annyira érdekes, nem lenne akkora tétje. De olyan jó sorskártyákat írtatok, meg találtam ki, hogy azt el nem tudjátok képzelni, 30 darabot hoztam össze, és egyébként számítógépen fogunk sorsolni, meg fogjátok látni, hogy hogyan. Remélem, hogy tetszeni fog. Tényleg... Igazából nem is, de vannak tétje a sorskártyáknak, de nem is az lett a lényeg, az abszolút lényeg, hanem az, hogy, hogy mire gondolok. Maga át a sztorit befolyásolja, és ilyen tök jó kis fordulatok keletkezhetnek a sorskártyák kihúzása után, amiket ugye meg kell oldanunk. Nem csak olyan dolgokat írtunk sorskártyába, hogy például mondjuk nyertél egy földet, meg nem nyertél egy földet, meg ezt csinálod, meg azt csinálod, amik igazából ilyen konkrét eldöntött dolgokat idéznek elő, hanem igazából olyat is, egy csomó olyan is lett, amit meg kell oldanod. Tehát egy bizonyos feladatot fog kiróni a játékosra, tehát rám. Ez nem tudom, hogy ez jó helyen állok. Egy kicsit lehet, hogy jobbra kellene, mert kicsit izgatott vagyok, megmondom őszintén, mert nem sokára húzni fogjuk a kártyát. Ugye minden második részbe, tehát minden páros részbe fogunk húzni, szóval nem minden egyibe, mert egyébként néhány írták, hogy hát annyira nem kellene a sorskártyát erőltetni, de nagyon sokan meg nagyon oda vannak érte, és így akkor így gondoltam, egy ilyen kompromisszumot kötünk azáltal, hogy nem minden részbe lesz sorskártya, sztorikártya, minek is, nem tudom, hogy minek nevezzem. De meg fogjátok látni az összeset egyébként, majd meg fogjátok látni, hogy milyen metódussal fogjuk kihúzni. Igazából egy random generátort fogunk használni, ami egy bizonyos számot fog nekünk adni 1-től 30-ig, mert most ugye 30 sorskártya van, és gyakorlatilag egy listába ki kell választanunk ugye azt a számú eseményt, ami tartozik ugye ahhoz a számhoz gyakorlatilag. Meg fogjátok látni majd élőben, a 15. percnél fogjuk csapatni. Mindig. Egyébként ezek a szabályok lehet, hogy fognak változni, de így alapjával véve szerintem ez így egész jól működik. De tényleg nagyon-nagyon érdekeseket találtam ki, meg nem csak én találtam ki, hanem ti találtatok ki, rengeteget küldtetek be. Van, amelyiket átfogalmaztam, mert nem volt teljesen egyértelmű, meg egy kicsit így átforagtam, de szerintem mindenki rá fog ismerni a sajátjára, mert majdnem, hogy mind az összes bekerült valamilyen formába, amiket írtatok, próbáltam tényleg. És még jöhetnek, mert ugye ez a 30 darab, ez nem végleges szám, szóval még valószínűleg, hogy lesznek bőven események. Ja. Nekem nagyon tetszik egyébként ez a sorskártya, nem tudom, volt olyan kommentelő, akinek így mondta, hogy ez abszolút nem jó, ez nem sok értelme van, de szerintem pont egy olyan... olyan színt visz ez a játékba, egy olyan random faktort, ami igazából a valóságban is megvan, mert belegondolsz egyébként, hogy valóságban is történnek események egy gazdával, vagy egy pedig egy akármilyen polgárral is, amik befolyásolhatják az életét, és szerintem baromira valósághű, hogy
tényleg történhetnek dolgok, hogy mit tudom, vesz egy kaparós sörséget, nyer, vagy mit tudom én, baleset éri, emiatt nem tud ezt csinálni, vagy azt csinálni, vagy éppen nem tudom, részeg, és emiatt nem tud beülni a gépbe, most egy-két ilyen sorskártyát leszpoilereztem, de tényleg itt történnek események az ember életébe, amikre igazából nem feltétlenül van rá hatással, és ezek ugye befolyásolják az embernek a létét, és itt szerintem tökéletesen reális tud lenni, ha egy játékban is egy ilyen hasonló metódust követünk, és beleviszünk egy ilyen szint. Ugye nem véletlenül egyébként ezt a sorskártya dolgot, az mi a szarott a földbe? Ott egy krumpli gyerekek, ott van egy krumpli bal oldalt a bal kerék meleg. Izgatott vagyok, bocsánat érte, nehogy elfelejtsem, ide raktam egy órát magamnak, egyébként most van egy ilyen videós óránk, ami folyamatosan itt ketyeg előttem. Beígértem, hogy az előző rész nem lesz hosszabb, mint egy óra, hát egy óra, egy perc lett, de azért talán annyira nem vészes. Egyébként egy csomó mindenről akartam beszélni, mert azon gondolkoztam ma, hogy amiről beszéltünk a legvégén az előző videónak, ugye, hogy mindenki általában sietteti azt az időszakot elmúlni, amiben van. Például ugye, amikor még fiatal vagy, akkor nagyon gyakran történik az, hogy jaj, de jó lenne már felnőni, jaj, de jó lenne már ezt csinálni, jaj, de jó lenne már külön élni, nem a szüleimmel, jaj, de jó lenne már... Egy csomó minden olyan takarunk, ami még ugye előttünk áll az életbe, és ugye ezzel kapcsolatban tértem ki arra, hogy ez nagyon nem jó felfogás, mert amik előtted állnak, azok ugye el fognak jönni, ugye felnősz valószínűleg, vagy csak nem, meghalszok, de valószínűleg csak nem. És nem jó sorba állok, gyerekek. De ugye azokat a dolgokat, amik most történnek veled, azokat viszont nem tudod visszahozni. Tehát mit tudom én, hogyha most vagy 10x éves, mondjuk tegyen 12, vagy 15, vagy 10, bármennyi is, akkor az nem leszel még egyszer, akkor nem leszel még egyszer mondjuk gyerek, akkor nem leszel még egyszer 12 éves, nem leszel még egyszer 15 éves, 17 éves, ezek mind elmúlnak itt. Úgyhogy azoknak a pillanatoknak érdemes élni, amik éppen vannak, és azokat kielvezni, és átélni, úgymond tényleg átélni, mert úgyis majd el fog jönni az, amikor külön leszel, amikor már nem a szüleiddel élsz, amikor már ez lesz, amikor már lesz jogsid, amikor már vezethetsz autót, ezek mind el fogod érni, nagy valószínűséggel, viszont ezeket nem fogod visszahozni, amik ugye most vannak, éppen történnek veled. És hogyha húzunk egy kis ilyen analógiát e között és a játékok között, akkor én pont ezt az irányvonalat képviseltem mindig, ugye, hogy most is például ugye milyen jaj, de jó lenne, hogyha már hat rábával számtolánk, meg milyen jó lenne, hogyha már hú de nagy kombájnok lennének nekünk, és hú de jó lenne már, hogyha nem egy kicsi MTZ-vel ezt a pici földet művelnénk, meg helikopterrel vezethetnénk. Nem, mert igazából azokat a dolgokat el fogjuk érni nagy valószínűséggel, viszont ezt a feelinget, hogy itt vagyunk kénytelenek 272 euróval a zsebünkbe szántani, meg ültetni a krumplit a kicsi szaros traktorunkkal, és utána valószínűleg, hogy kézzel fogjuk szedni, mert nincsen hozzá gépünk, ha csak nem valami csoda folytán, nem tudom honnan sikerül szereznünk. Ezt a feelinget azt nem fogod visszakapni a játék későbbi részébe. Viszont azokat meg el fogod érni, amikre ugye vársz. Tehát mit tudom, hogy lesz rábánk, lesz majd, mit tudom én, nagy kombájnunk, lesz majd helikopterünk, egy csomó mindenünk lesz, nagy földek. Úgyhogy azokra nem érdemes sietetni, nem érdemes így nagyon-nagyon, persze vágyakozni kell, mert a célja legyen az embernek, viszont értékeljük és élvezzük ki azokat a dolgokat, és amiket éppen csinálunk. Nagyon nem tudom ezt a sorozatot újra olyan szinten élem, mint annó. Ezt megmondom őszintén, mert... nem tudom, valahogy úgy érzem, hogy sikerült elkapni hosszú idő után ezt a... Nem akarok nagy szavakat használni magamra, mert nem igazából... De mindenkinek van egy stílusa, aki lehet akármennyire béna is az, mint én például. Szerintem ezt az igazi
Hú, ezt az igazi dumálgatós keeper feelinget szerintem, hogy most úgy sikerült elkapnunk, és nagyon tudom, nagyon élvezem ezt az elejét ennek a játéknak, és remélem, hogy ez a kitartás meg is fog maradni, és szerintem nagyon sokan aggódtak miatt, hogy nem fog megmaradni, mert nagyon sokan írjátok, hogy jaj, csak tartsák ki keeper, meg hogy nagyon-nagyon dulvállaltam magam, nem baj, gyerekek. Nagyon régóta megy a csatorna, évek óta megy, hogyha kell, akkor évekig fogjuk csinálni ezt a sorozatot, de úgy gondolom, hogy ezt muszáj csinálni, ezt nem tudom. Később ugye már nagyon high-tech technológiával, úgy értem high-tech technológiát, tehát nagy kombájnokkal, vagy gépekkel fogunk dolgozni, és elég sok pénzt fogunk benyelni, viszont egyelőre élvezzük ki ezt a pillanatot, amikor egy nyomorult krumpli ültetővel próbáljuk a teleket megművelni. Vagyis elültetni a krumplit. Hú, hány óra van, gyerekek? 11. percnél vagyunk a videóban, hogyha jól veszem ki. Úgyhogy nem sokára, 4 perc múlva az első sorskártya kihúzásra kerül, és remélem flottul fog működni minden. Úgy fogom tervezni, hogy le fogunk tabolni, elindítjuk a programot, amivel ugye kihúzzuk a sorskártyát, vagyis a számot, a random generátor. Megnézzük, hogy melyik számot kaptunk, azt kiválasztjuk a listából, hogy mi az értelme. Így gondoltam, hogy így lesz a legészszerűbb és legérdekesebb így megoldani ezt a dolgot. Egyébként lassan ki fog fogyni a krumpling 3%-on van, úgyhogy a boltba lehet, hogy még el kellene ugranom. 2-1, talán a sorba kiírunk még. 1 és pont 9-7-6. Jó van, oké, gyerekek. El kell mennünk a izébe. Jó. Ez a külső rezet egyébként nekem bejön, lehet, hogy sokan úgy gondoljátok, hogy hülye vagy keeper, de nekem ez bejön, de azért legyünk belső, azért egy kicsit így nyugtatóbb, nem annyira kapunk idegrohamot. Jó, akkor veressük neki, gyerekek, aztán lemegyek. Hát nem tudom hány zsák krumpli, 2 zsák krumpli pont kijön, szerintem 2 zsák krumpli ugye elég is lesz. Elmegyünk szépen, az a baj, hogy gyerekek, hogy nagyon hátrafel nem van neki ebből a járművől, mert csapjuk neki. Ugye kimegyünk innen, aztán veretjük. Egyébként mondtatok, hogy a slippes modnak van valami új frissített verziója. Nézem a kommenteket az előbb, és folyamatosan fogom frissíteni a mod. Írtátok, hogy a mod listát, vagy hoppa. A modot nem raknám fel valahova a modokat, de hát egyelőre még azt sem tudjátok, milyen modok vannak, meg még fog változni. Úgyhogy az legelső, nem tudom, 10 részig talán össze fog állni egy olyan modpakkal, amelyik így működni fog, és akkor utána mindenki fel fogom tölteni valahova. Úgyhogy jöhetnek még addig a modok, mindenhova. Próbálom most már tényleg Facebookot is nézni rendszeresen, meg egyébként, hogyha nagyon írni akartok nekem szerintem, akkor inkább Instagram. Mert a Facebookkal megmondom, az a baj ugye, hogy be vagy lépve Messengerbe, és a privát Messengerbe folyamatosan át kell logolgatni a másikba ahhoz, hogy el tud olvasni az üzeneteket, az egy kicsit olyan, hogy egy gyökbegyelős az egész, érted. Na, oké. Okay. Igen, gyerekek, jó van. Akkor kell kőre venni, várj, hátra állok, mert úgyis ott lesz. 2 zsákkal, ugye? Ennyi, hát ennyi pénzünk van, gyerekek, hogy abból gazdálkodunk, ami van. Bocs, az egeret itt néha csapkodom, néha egy egér padot venni, talán azt akkor nem lenne ez. Vegyünk izét, várja már, a izében mi van a raklapokon? Van-e valami van üzemanyag, de jó, van üzemanyag. Meg van ugye íze is benn van a modba. Mi a szar ez? Trágya, meg kaja. Trágya, meg kaja. Úgyhogy tudsz állatot termeszteni, úgyhogy termeszteni az állatot, te legyél hülye képet. Na, magzsák kellene. 90-be kerül, úgyhogy 2-t tudunk venni bőven. Ugye? Hát nem lesz, majdnem 3-at. De, 3-at tudnánk, de szerintem 2 bőven elég lesz. Jó, oké. Földobjuk. Idehozom, nem kell annyira izéli, nem kell annyira aggódni. Jó kis T-modell. Hát nem írtátok meg, hogy ez T-modelle vagy nem T-modelle, de hát valami olyasmi. Hát Fordnak Ford, ugye? Ja. Szaszának biztos tetszene, hogy nagy Fordos. Jó, gyerekek! És a 15. percnél vagyunk, gyerekek, a 15. percnél. Hát akkor meg kell oldanunk azt, hogy igazából a játékot mindig ott hagyom abba a pillanatban. Annyit fogok csinálni, hogy mindig nyomok egy mentést.
És akkor utána letabolunk. Úgy. És akkor mutatom, hogy hogy zajlik. Először így megmutatom jobban, jó? Itt vannak a sorskártyák, úgyhogy ha megállítjátok a videót, vagy éppen nagyon szemfülesek vagytok, akkor így meg tudjátok nézni, hogy ebből kell válogatnunk. Van nagyon érdekesek egyébként. És itt van a roll programunk. Ugye 30 darab sorskártyánk van. Nyomunk egy rollt, nyomunk egy continue-t, és akkor azt úgy működik ez a roll program, hogy be kell ütni, hogy hány darab számból kell, gyakorlatilag hány oldalú dobókockával dobunk, 30 oldalúval. És ugye amikor megnyomom a rollt, akkor ő random választ egy számot, ugye 1-től 30-ig, és mi abból ugye már tudni fogjuk, hogy melyik sorskártyát húztuk. Szerintem ez sokkal jobb, mint hogy egy kalapból húzkodnám ki egy összegyűjt fecnét, amit nem is nagyon tudok megmutatni, nincs facecam, meg így olyan nyűgös, tudjátok, ez sokkal érdekesebb lesz. Most egy kicsit hosszabb ideig tart, mivel ugye most elmagyaráztam, de ez is csak egy-egy percig. Na, nyomok egy rollt is, meglátjátok. Különben nézzétek meg, mert nagyon érdekes sorskártyák vannak. Van nagyon extrémek, amikre lehet, hogy magyarázatot kívánok, például a 16-os. Feladsz egy lottót, dobj még kétszer, ha a következő két dobás is 16 lesz, akkor nyertél 100 millió eurót. Ami egy kicsit durvának tűnhet, de ha belegondolsz, aki tud valószínűséget számítani, az kiszámolhatja, hogy ennek az esélye 27 ezer az egyhez. Tehát 27 ezerszer kellene dobni ahhoz esetleg, hogyha egyet kifogtul, és ennek nagyon-nagyon kicsi az esélye. És mivel azért raktam be egy ilyen sorskártyát, mert mint a valóságban is a lottónak is rettenetesen kicsi esélye van, de mindig a remény ott él az emberben, hogy nyár 100 millió eurót, ami valószínűleg soha nem fog megtörténni, ha meg igen, akkor itt letépjük a fejünket. Na, de nyomjunk egy rollt, aztán akkor nézzük meg, milyen sorskártyát húzunk. Nagyon izgulok, mert nagyon-nagyon veszélyes sorskártyák is vannak, és itt az elején nem lenne jó kihúzni egy olyat. 21-es. Sok volt a sör, bealszol, ahol vagy. Este 10-re ébredsz. Mai nap onnan kell folytatnod bármit és csinálsz. Oh yeah! Ez tök jó. Ezt imádom, ezt a sorskártyát. Ez tök jó. És erről beszéltem, hogy vannak olyan sorskártyák, amik gyakorlatilag játék mechanikai dolgokat módosítanak. Szóval nem attól kell félnünk, hogy nagyon brutálisan belenyúlnak a játékmenetbe, hanem ilyen dolgok, amik nekem nagyon bejönnek. Várjátok, akkor most este 10-ig, ugye perget nem kellene az időt, arról van szó. Még jó, hogy van 2000-szeres pörgetésem. Este 10-ig belepörgetünk, és akkor onnan kell folytatnom, az a lényeg, és onnan megmondom, hogy nem pörgethetem. Beállottunk itt a kocsiba, az a stájsz gyerekek, mindjárt. 56, 59, így jó, 10 óra. Innen kell folytatnunk bármit, és csináltunk. Ez tök jó feelinget az egésznek, mert nincs lámpa ezen a szalon, ne szórakozzá. De várja, világítás. Ja, világítás. Jó, hát erre szükségünk van. Hoppá, gyerekek, poppári. Hallod? Le kéne kötnem a szavajrét. Na, ez például szerintem tök fajn, tök jó dolog. Ugye mivel belpörgettünk, az időbe beállottunk, lehet, hogy a termés közben növekedik, és ilyenkor ugye azt is megkockáztatjuk, meg azzal is probléma lehet, hogy ha kimaradt permetezés, amit akkor terveztünk, akkor ugye így csúszik, meg így változnak a dolgok, ez tök jó. Oké, 10 órától folytatjuk, hát igen. Hát, remélem azért ez jaj. Jó, remélem annyira nem zavaró egyébként, hogy sötét van. De szerintem tök jó. Bealudtunk. Sok volt a sör, bealudtunk, gyerekek. Hát akkor most így kell játszanunk sötétbe. Az a nagy gond, hogy én az ültetés után mindenképpen egy favágást szerettem volna. Hú, gyerekek, még jó, hogy meghattuszok azt 92 eurót, mert kellene venni egy fűrészet. Most aztán fölöslegesen eljöttem. Jó, még elmegyünk majd egy fűrészért. Mert úgy gondoltam, hogy utána a krumpliföld mellett lévő fákat lehet, hogy ki kellene csapni, meg vagy pedig a... itt kellene bemennünk be ezzel. Hát itt van a probléma, sötétben. Ugye, várjátok, föl lehet kapcsolni a villanyt itt, ezt majd mindjárt megoldjuk. Kiviszem a... igen, a krumpli nő. A krumpli nő. Kiviszem a földre, ide, gyerekek. Itt volt egy hátsó út is, azon is jöhette volna éjjüje. Sötétben navigálhatok most, bazza. Nagyon jó. Jó, mindjárt megrakjuk itt. Sőt, szerintem az lesz, hogy kézbe ki is le is fogok dobni. Retyegnek a békák, gyerekek, retyegnek a békák.
Hogy van-e, Jack? Egy kicsit azért próbálom, ugye... Hol van a másik zsák? Jó, remélem betankolja. Hát gyerekek, az egyik zsák az MN borja. Hol van? De jó, hogy sötét van. Te hallod, ezt valahol úgy adoptam. Az egyik zsák lett csak meg. 100 ment bele. Hol van a másik zsák? Ne, varítsá, öcsém. Hallod, ezt bedobtam szerintem a földbe, vagy valami, hallod? Vagy elment valahova? Hát nem tudom. Jó, és ezt ugye nem tudod megnézni, ez nincs benne a tárgyait közt. Na jó, mindegy. Várjál, félreállok az autóval. Félreállok a kocsival, aztán akkor ézelünk egyet. Hát ezt elcsesztük. Azért, hát mondom, eledobom. Nem maradt a platón? Gyerekek, ez elment. Hol lehet ez a zsák? Ó, te fiú, ennyit a termelékenységről. Na jó. Van ezen lámpa. Van valami világítás. Távolság, itt de van. De még ide is van műszerfal világítás, baromi jól néz ki. És nem hiszed el, hogy úgy van megoldva, ahogy kell. Mert ugye a régi autó nem úgy volt, hogy magát a műszert világították meg, hanem gyakorlatilag a műszerfal előtt voltak a kicsi lámpák, amik azt megvilágították magát a műszert. És van letaposás mód, úgyhogy van ára, vigyázzunk. És nem tudom, hol az a rohadzsák, hallod gyerekek? Jó, de jó, van izé is. Van munkalámpánk is, jó van. Hát azért, ez ráfületés volt most. Meg elment a dzsákunk is, tök jó. Ez egy kicsit furcsa gyerekek így. Hát ez nagyon fura így. Na jó, hát több izét nem tudunk krumplit ültetni, semmiképpen addig tart, ameddig tart. Egyébként lehet, hogy ki fog tartani. Már itt elég hosszú a sor. 82 darab krumpli van, gyerekek, 79 darab krumpli van most. Jó, van, 10 óra 5 van, ez van. Föl kellett volna kapcsolnom, fel akartam kapcsolni a lámpát a izébe. Pecóba. A letaposás mód van, úgyhogy nem kéne összetipornom. Be van kapcsolva elvileg. De akkor ezt sikerült le is tipornom egy kicsit. Úgy gyerekek, te allod. Kifogtam egy éjszaka ízét, orgászatod itt. De egyébként tök jó. Mármint, és ez lehet, hogy milyen hangzik, de tök jó, hogy szivatom magam, mert vannak érdekességek így. Este 10-kor dolgozhatok be azért. Na, miről beszéltünk előtte? Igen, tök jó megélni ezeket a dolgokat itt az elején, hogy szenved az ember, és később úgyis majd nagyobb meg jobb gépeket fogunk szerezni. Így érdekes tud lenni. Egyébként lehetett volna olyan is ám, hogy elvesztjük a földünket, meg lehet olyan is, hogy nyerünk földet. De egyébként az ilyen nagyon extrém dolgokat, szóval, hogyha valaki megállította a videót, vagy úgy utólag visszanézett, akkor meg tudod nézni, hogy az ilyen nagyon extrém dolgokat, azokat csinyán bánok például földet, azt csak úgy tudsz nyerni, hogy a TS telepre, például a TS telep. A TS telep az azt hiszem, nem tudom, mondjuk van a 20-as sor, 20-as számon, akkor az úgy működik, hogy a TS telep megkapása, az a gyerekek nagyon sötét van, nem látom a barázdát. Hogy mondjuk dobsz egy 20-ast, és akkor az a kritérium, oké, dobtál egy 20-ast, de akkor megveheted a TS telepet, ha még egyszer dobsz egy 20-ast. Tehát dobtunk egy 20-ast, és akkor még egyszer kell dobnunk, és ha még egyszer 20 lesz, akkor veheted meg csak a TS telepet. Akkor nem, ha csak egyszer. Tehát egymás után kétszer kell, és ennek olyan iciri-piciri esélye van, gyerekek, hogy azt el nem tudjátok képzelni, de ugye ott az esély, és ha baromi nagy szerencséd van, akkor megveheted a TS telepet. De tényleg csak akkor. És az ilyen földnyeréseknél is úgy van, például van egy olyan sorskártya, hogy leültél kocsmába játszani, szeretnél nyerni egy földet. Dobj még egyet, ha páros számot dobsz, akkor megnyerted a földet. Ha páratlan számot dobsz, fizess 25 ezer eurót. Érted? Nem elég, hogy kinyered, vagy kihúzod azt, hogy leültél
kártyázni, és azért, hogy megpróbál nyerni, hanem még ráadásul azt is kell csinálnod, na ez el fog fogyni, hogy még egyszer kell dobnod, és abból fog eldőlni, hogy nyertél-e vagy sem. Na gyerekek, az a baj, hogy nem tudom, hol van az utolsó, és ez tényleg baromira nem tudom. De ezt nagyon elcsesztem. De várj, a mapon sincs egyébként rajt. Nem tudom egyébként, miért nem kapcsolom be a mapot. Nincs az rajt, ugye? Nincs az rajt a mapon. Hát hallod, ez elment borérbe az el. Nem, hát hogyan lenne rajt? Ez nincs rajt. Ó, te fiú. Hallod, még ha nappal lenne, vagy nem tudom. Ugye akkor el tudok távolítani, most akkor nem sötétben nézem, de... Így, ügyesítően. Jó van, gyerekek. Hát ez hallod, ez egyik zsákot elvesztette a hülye képer. Azt nézem, hogy egyébként nem-e fogja meg kézzel, de úgy látom, hogy nem. Nem látom benne az izébe se, ebbe se. Hova dobtam, gyerekek? Hova? Ennyire messzire eldobta? Elcsortam? Nem dobtam el olyan messzire. Hát cseszhetem, akkor emiatt így nem lett meg az a föld. Mert ugye mindenképp kellene fűrészet bennünk. Úgyhogy az van, gyerekek, hogy megyünk be. Megyünk be, mert ennyi volt. Ennyi volt, nem tudjuk elültetni. Nincs elég pénzünk. Annyit esetleg tudnék csinálni, hogyha majd faladásból lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy adok el fát. Hát, hogy itt hagyom a verdát, gyerekek. Itt hagyom a föld szélébe, és megpróbálunk pénzt csinálni. Kapcsoljuk fel már a villanyt, olyan baromi sötét van itt, gyerekek. Na, elmentünk egy szarni, és valahol van egy villanykapcsoló, elmondom nektek, komolyan. És ez nem szivatlak benneteket, valahol van egy villanykapcsoló. Oh, oda nézzétek soha. És ugye külön fel tudod mindenhol. Most betettem az ajtót, azt hiszem, hogy... Rosszul emlékeztem az a... Várjátok, addig bekapcsolom ezt? Hogy miért nem zseblábbázok, mi? Igen, itt is van villany. Most nagyon jó, hogy a fehér fénye van, tök tetszik. Azt gondolom nem... Zavar. Nem növeli így például a villanyszámlát, meg ilyenek ugyan nincsen. Már ettől parázok ugye valóságban is egy villanyszámla. Oké, most itt is van villanyunk. De olyan nagy fény nem csinál, de azért egy kicsit hangulatos. Wow! Jó, gyerekek, akkor ne kellene menni. Mondjuk megveszem izébe, nem megyünk el oda, most voltunk az előtt. Veszünk egy láncfűrészt, ugye pont kijön ez, most él. Gyerekek, na most fegyett az összes pénzünk. 42-ünk van. De hova lett az a zsák? Hallod, az nagyon gáz. Na, és mindenképp azokat a fákat kellene kidöntölni, amik ilyen nagyon zavaróak így az úton vannak, tudod. De mindenképp rá kell döntenem a földemre, mert azt hiszem csak ott fogom tudni feldarabolni, úgyhogy ez egy kicsit ilyen kellemetlen lesz. Próbáljuk meg. Olyan régen döntöttem fát ebben a játékban, gyerekek. Ez miért nem Google Line-ja? Most meg még az zseblámpám is eltűnt. Üljünk be egy gépbe, valami nem stimmel. Oké. Okay. Ja, most legugol. Az előbb nem googolt le. Komolyan. Oké. Okay. Kontrollt nyomtam pedig. Jó, alacsonyan. Minél kevésbé akadjon el benne majd a gép. Mert egyelőre nem fogok tudni kituskózni például, ugye? Vigyázz, dől a fa! Kivágtál egy fát! Hát nagyon gyerekek rajta vagyunk az ügyön. Ezt az F1-et meg eltüntetem, bocs érte. Tudom, zavaró. Ugye kézzel tudok csak rakodni. Éjszaka vághatom át, mert berúgtunk, aztán elaludtunk. Hát marha jó, gyerekek, hát marha jó. Jó, és akkor arra gondoltunk, hogy... Mert ezzel meg tolatni fele is, de ó, de jó, vagy piros lábba, hát rögtön is. Egyébként te ezért írtátok is, hogy az automata...
izé indítást, ezt bekapcsolhatnám. Vagy lekikapcsolhatnám, így. És akkor úgy járna a motor. Azt hiszem, akkor a világítás is úgy marad, ugye? Nyomjunk egy játékmentését is. Oké, gyerek. Na. Ó, és akkor így van világításunk. Na, ez tök jó. Ez tök jó. Ekkor ezt használni fogjuk. Tök jó. Ó, de imádom. Na. Na, nem tudom, mekkora fart bírunk el. Hát, merdem el dobba az eleve. Nézzük, ezt elbírjuk-e. Elbírjuk. Ó, jó ez. Nem tudom, hogyan pakoljam ezt a szart. Keresztbe, hosszába. Keresztbe is a fér, akkor ilyen rövidekre vágjuk. Jó a gyerekek. Próbáljuk akkor ekkorába vágni. És itt ketyereg ez a verdavi. Ezt várja, hogy kell forgatni? Szerintem az a középségeromban nem működik. Úgy emlékezte, hogy azzal az kell. Vannak itt problémákkal. Jó, a gyerekek, kap egy bráfér, egy kis T-modellre. Annyit felszórunk. Azt csinálom, hogy odébb rakom, mert nem látom, hogy hol vágtam el, akkor így ilyen random hosszúk lesznek. A hosszúkat meg kilógathatjuk hátra, tudod? Figyelj, próbálom normálisan csinálni, esküszöm. De azért valamilyen szinten legyünk hatékonyak is. Na, hülyeséget, mármint olyanban nem menjen át ilyen hülyeskedésbe, amikor emlékeztem, nem tudom, ilyen millió bálát felpakoltuk, az felborult, babog volt a pótkocsira, ilyen baromságokat egyelőre nem. Ugye most van célunk a Keepernek a csatornája, a kockázati tényező, hogy törlődik, azt meg nem akarjuk, ugye? Hogy valaki akarja, lehet, hogy valaki akarja, ilyen, hogy mondják azt, konkurens videós meg azon imádkozik, hogy óh, hogy rohagy meg, remélem törlőd a csatorna, másik farmingos videós. Ja, most valaki lehet magára ismert, de nem ám, tudom, nem, egyébként nem hiszem, nem, nem úgy kell forgatni, hogy kettőt legyen volt, ujjúj, nem. A középső egergombban kellene, csak szerintem be van szarva a középső egergombban. Tök jó egyébként. Nekem én még meg vagyok átkozva. Mi? Tele megy dzsugával? Vagy mi lejjel takarítani kellene, de? Az egereket aztán akkor nem lenne ilyen probléma. De tök jó, hogy itt kegyek, ez tetszik. Én most nem tudom forgatni, hanem magamnak kell forognom. Jó, nem olyan nagy baj. Az erdőre, gyerekek, úristen, tudjátok, meséljek valamit? Vlog jelleg az jöhet? Azt mondja, írjátok meg, mert nem írtatok erről semmit. Hogy így életem történéseit így mesélhetem? Figyelj, nincs textúrája a fának a végére szerintem, vagy csak sötét van. Képzeljétek, volt egy ilyen marha nagy cselesznyef az udvarba. Hát mondom, én lenyesem, én nekiesek. De ilyen nagyon öreg cselesznyef, hát hogy szavágom ilyen picire? Hát elmondom neked, az öreg cselesznyefát nem tudod visszavágni picire, mert ugye az öreg cselesznyefának középen nincsen levele. Úgyhogy így elkezdtem vágni, és rájöttem, hogy én, hogyha ezt visszavágom, akkor gyakorlatilag a belül csak az ilyen vastag ágok maradnak. Úgyhogy ezzel nem tudsz vele mit csinálni, és kénytelen voltam fönt így meghagyni a tetejét. Instára rakok ki képet, jó? Hogyha esetleg meg akarjátok nézni, rakok ki róla a képet, esküszöm. Na mondom, gyerekek, ide belevegy a sárba a fakerék, küllőskerék, erre kéne döntenem mégiscsak, Na, mit akartam mondani? Ja, ezt fölvágtam, azt úgy néz ki, bazza, mint egy majom kenyérfa. Tudjátok, ilyen szavannán így van a fa, aztán csak a tetején van lombera. Mit tudom én, a zsiráf lehette. Esküszöm, olyan lett. Hát de meg le van... Remélem, hogy ezt tudom ott vágni, mert ugye a szomszéd földjén nyekereg érte szokott, nem? Vagy itt már nincs az? Jaj, de jó, itt már nincs. Izébe volt, 15-ben ugye, hogyha még fölvágni se engedte a szomszéd földjén, ha rádöntöttek, úgyhogy akkor az ott rohadt meg. Jó, de nincs az a gond, ez jó vastag ez a fa. Úgyhogy zörög, csörög minden, mi? Most meg... Szóval jó rövidre kell szerintem valami, mert nem fogom elbírni. Na! De nem volt, nem csak az volt a probléma, annyi ága lejött, hogy az egész udvaromba cseresznyafa ág volt, tiszta lombbal, ugye, mert ezt nyár közepén kell a hülyének megcsinálni. És... Ne, és nincs hozzáférésed, figyeld, az a nyár úristene. Hogy a szemre rájön meg, hát ezt odébb kell löködnöm valahogy a trafia, MTZ-vel, vagy nem tudom, mi sem állok most akkor. Hát, erről beszéltünk, hogy sem. Le kell raknom a jövőt. Le kell raknom a betűt.
Indítsd be a motort. Na, hát tíz éve van, baze. Motorinduktás van. Ja, és az egész udvarban ilyen idő volt, ilyen checkmet. Ezt mondom, mi a szart csinálják vele, de úgy, hogyha összeraktam volna, akkor lett volna egy akkora, mint az egész fa volt, érted? Mert hát arról vágtam le kb. Szedik, ide lerakom, fal mögé. Az mögé ledobom. Azért úgy, jó, ja, oké, le is engedhetem, nem? Egyébként ezt, hogyha felhagytam volna, ezzel lehet, hogy jobban vissza tudtam volna idejönni. Csették tepi. Mert alapban a hidraulikát nem fogom tudni emelgetni. Na mindegy. Szomszéd buzájába végig csettegül. Na és azt csináltam, hogy kinomba, metszéollóba, baze, esküszöm metszéollóba, levagdostam az összes levelet róla. Láncfűrésze, meg fölvágtam az egészet. A gajakat is. De olyan gajakat is érted, amelyik ilyen, mint a hüvelykujjabb. Mert hát nem tudtam már mit csinálni. Aztán, úgyhogy lett egy csomó ilyen tüzelő, ami... Nem, jó lenne, nem kapna föl a kerék. Itt van előttünk, nem tudom mennyire látjátok. Hát éjjel-e dolgozni a képernek, mert ilyen sorskártyát így beállított. De egyébként szerintem feelinges, mert amúgy úgyse dolgoznál soha éjjel, érted, mert átpörgeted meg, mit tudom én. Ezt így azért legalább van valami. Jó, ezt itt hagyjuk, nem? Leállítom. De várjál, leállítod és akkor úgy marad a izé, lámpa. De alapban meg kibe kapcsolja, akkor nem is kellene, hogy ez járjon, akkor is úgy marad a lámpa. Érted? Az automatikus motorindításnál a lámpát is automatikusan kapcsolja. De ez nagyon jó, mert akkor meg nem fogy az üzemanyagot, de mégis izé. Ó, hát ez nagyon kajak, gyerekek, ez nagyon kajak. Esküszöm, ez már érdemes volt. De jó feeling a lod! Traktornak a lámpájánál. Virod. Nagyon feeling, hallod? Ez nagyon adja, ezt most nagyon eltaláltuk. Nagyon eltaláltuk. Majd a következő sort ki kéne lógatnom hátra, amennyire lehet. Ezt még nem. Már lassan ezt is kilógathattam volna. Lekössük el. Ezt a másik következők meg dupla ilyen hosszan így kilógassuk el. A végét inkább terheljük. Úgy, lehúzom, hogy ezt akkor befele bukik talán, nézzél, hallod? Hoppa, azért van valami étere. Jó, a szütyök Matyin azért van egy kis dolog. Jó, ezt kilógatom, jó? Ezt az aprót, ezt még be tudom dugni valahova. Ezt ide mondjuk, údal mellé. Ja, aztán majd, ezért, ja, én metszóllóba csipkedtem le az összes levelet egy baromi nagy cseresznye fának. Aztán így is lett egy depólevél, meg egy depó ág, de legalább az ágat azt fölvágom majd. Ivel, mint ilyen tüzelőnek. Azt már nem csináltam meg, ha mondom, megőrülsz. Na, ilyenre gondoltam, így lógatom ki, de szerintem itt megint nem enged fűrészőni, úgyhogy mehetünk egyet a traktorra. Ja, és ezek a... Ha csak máshogy nem írja a sorskártya, akkor mindig az aktuális részre vonatkozik. Hogyha írja, hogy mondjuk több részen keresztül, akkor több részen keresztül értelemszerűen, de default mindig az aktuális része. Tehát a következő részben már pörgethetem az időt, hogy reggel legyen például. Úgyhogy azért gondoltam, hogy negyedkor, mindig 15 perckor, ugye az aktuális rész 15. percekor csinálom az aktuális sorskártyát, mert így akkor azért van ideje érvényesülni és ennek a negatív vagy pozitív hatásnak. Mert akár lehet pozitív hatás, és képzeljétek, na, spoilerezgetek azért, mert azért valamit vágjunk erről a dologról, hogy működik. Nem tudom, itt tudok vágni? Itt tudok, jó. Itt jó vastag. Úgyhogy ezt rövidre kell. Van például olyan is, képzeljétek, hogy lehetőséged lesz, ugye alapban nincsen bérlés, járműbérlés, de lesz olyan, van olyan sorskártya, hogy már itt ezt le kéne sponiznom egyet. Erre igen. Hú, gyerekek, olyan régen farmingoztam, elfelejtettem mindent. Van olyan sorskártya, hogy alapban ugye nincs lehetőséged bérelni gépet, de van olyan, hogy a mai részig, például, ez most mi van, ez mi a szar?
Ez ilyen nehéz? Igen, ki kellene illen löknem, mert lehet, hogy se vágta. Szóval kiúzod ezt a kártyát, akkor abban a részben bérelhetsz egy darab gépet, de a rész végén vissza kell adnod. Szóval lesznek ilyenek is, amik így megszegnek szabályt, úgymond, egy rész elejéig. Amúgy a leginkább a videókebb tetszik, az a falunap. Ha a falunapot kifogod, akkor az összes munkás, itt a tuskóba akad el. Ha a falunapot kifogod, akkor az összes munkás be van rúgva, és nem csinál, ez most túl nehéz, hogy mi baj van. És nem bérelhetsz munkást. Meg van olyan is, hogy munkásod kilopja az üzemanyagot a gépéből, amivel dolgozik, és lelép. Tehát akkor üres tankot fogsz kapni abba a gépbe. És vannak ilyen nagyon érdekesek, és ugye ezeket például meg kell oldani, nem olyan, hogy ilyen tartós hatása van, mint a nyersz vagy nem nyersz. Ezen gondolkoztam, hogy mindenképp legyen olyan is, amit ahogy beszéltük, meg kell oldani. Tehát ezt például úgy tudod megoldani, hogy egy kanna üzemanyaggal kicaflatsz a géphez, vagy behozod a géped, vagy bármi, de valamit kellene kezdened, mert ugye alapban nem lesz benne üzemanyag. Hát ez már nem hiszem, hogy föl fog férni, gyerekek. Úgyhogy, öcsém, hallod, és lehet, hogy nem erőltetjük. Menjünk, próbáljuk meg eladni. Az eladása azt hiszem, hogy a izébe van, nem? Itt fönt. Hát hogy ne, itt a fűrészmalom. Nem tudom, milyenkor nyitva van ez, hogy van ez. Indítsunk egy motort. Megnézem egy külső részletbe azért. Hú, gyerekek! Jóaj, dik! Oda nézzél, tesó! Ez nagyon adja! A motorlód! 98%! Sleep 95%! Nincs taponásunk, gyerekek! Öcsém! Dick! Járó, ezt erről beszéltem, hogy ez a Verdo, ez szenvedős lesz. Te Máriás hunc úr! Hát ez ki sem fog menni a szantásba, várja. Visszatolod. Összkerék azért oda befitjek, gyerekek. Nem hiszed el, nem tudsz kivenni. Ki kéne löknöm innen a... barázdalból, az a baj. Na, fél oldalban, és te füljön is rúg. Bazza, kifogy az üzemanyag, amire kiérünk innen. Nem jó, belevágja a barázdába. Menj ki, menj ki! Azt a betyárul is tele. Jó, nem tízzel, ki kell lökni, mert ez nem lesz jó. De nagyon adja, nagyon állat, nem? Gyerekek! A belorusszal kikapjuk. Kilököm, aztán valami lesz. Ugye nincs pótkocsink, úgyhogy minden gép azzal a kotlával kell szállítanom a fát. Gyerekek! A krumpli föld, széttiportjuk a krumplit. Éjszaka kell dolgozni a hülyének. Te. Na. Slip, 83%, 82, rugalm az MTD, 72. Meg kell próbálkozni vele. Ugye megnézzük, mi történt. Ó, a gonyéba vennek elég gyerekek, nem fog elvenni ezt soha. Hopp! Jó lesz. Jó van, ott már kiadta. Jó van. Meg ezért nem szerette gyerekek. Csak dob ne legyen, meg nehogy letérjünk az útrú. Nehogy felboruljunk. Na jó, van rajta anyag gyerekek, van rajta anyag. Várjál, ugye megmutató, várjál, lesz kiszállok, azt megmutatom, jó? Ott nem ezt akartam. Azért van rajta anyag. Hallott hátsó keréked, ott a súly. Tök jó. Tök jó, élvezem, nagyon élvezem. Erről beszéltem, hogy ezeket meg kell élni, ezeket a pillanatokat, különben mi lesz velünk, érted? Most mindig csak arra vágyunk, hogy az ábbával menjünk. Jól adja. Ez itt a sárba. Ja, nem látom meg, mert sötét van, mert éjszakának kell lennünk, gyerekek, éjszaka. Itt a tiesztelep. Na, itt ki van világítva minden. Ja, ide jó lenne megnyerni, csak lehet, hogy soha nem fogjuk megkapni, és ez a legszebb dolog benne, hogy
hogy nagyon kicsi esély van néhány dologra, de mégis reménykedni, meg reménykedhetünk. Lehet, hogy kifogjuk a következő részbe, de lehet, hogy soha. Ez a legszebb, amikor nagyon kicsi esélyed van dolgokra. Ugye nagyon nagy a sikerélmény. Ez nagyon jó. Na, kis pénzt keresünk. Kellene még venni gyors, szerintem, még egy zsákanyagot, és nem elcseszni. Platóról megtölthettem volna, ugye nem voltam elég okos. És akkor ugye megtörtént volna az, gyerekek, nem lassítunk dombon fölfele, bazze, mert bajok nem lesznek kicsik, de hogy fel nem boruljunk. Meg van egy kis sár. Nyom neki, bazze, nyom neki! Hoppa, rugám a kerék, és tök jó, mert így belső nézetben is tudod, mennyire rugnak a kerekek, mert a slip jelzővel látod, hogy baj van. Na, itt, új. 50%, fel fog menni? Jó van, kimentünk, jól van gyerekek, oké. Ti ezt a lepet nem is érinthetjük, oké? Azt úgy vesszük, hogy az gyakorlatilag be van zárva. Tehát oda nem lehet átjárás, tudom, hogy arra is lehetett volna jönni. Mondjuk itt majd nem kéne annyira kenni neki, mert lehet, hogy bajok lesznek. Már van közvilágítás, jó. Ja, imádom, nagyon tetszik. Ja, izét kellene, és akkor el kéne ültetni a maradék krumplinkat, szerintem azt kellene. Azt kellene megoldanunk, és le kell raknunk a fát? Nem biztos, nem kell lerakni, ugye? Én már az olyan régen farmingoztam, így komolyan, ja, szinte semmire nem emlékszem. Persze eszembe jut 2 másodperc múlva, csak néha így megrökönyödök. Itt mit lehetne? Itt lehetne valami jó lapot, ugye? Mert igazából én megszabadultam mindentől, ugye ezen a térképen gyárilag, ugye vannak dolgok, amik a tiédek. Jaj, jöttünk a T-modellel! Jöttük, hoztuk a fát. Hát ezzel nem fogunk meggazdagulni, higgyetek el egyébként. Szerintem, hogyha ilyen pár százat kapunk, akkor jó vagyunk. De ugye nem baj, nem baj. Az első pár részben, hogyha szenvedünk, az sem baj. Egyáltalán nem baj. Hát itt éjszaka is dolgoztak gyerekek, túlóráznak baze. Most ilyen inséges időkben vágják a fát ezerrel. Kivágjuk a területeinket, mert itt csak gáz. Még a közbuk. Igaz, itt majdnem megakadtunk, öcsém. Hát ez a gép, ez nem egy fenomenális dolog. De elvileg várja, hogyha ide állok, és akkor nyomok egy erdet, szerintem az el is fogja adni. Tök jó, az a piros fény nagyon jó. Na! Hoppa gyerek, 2040-et kaptunk, na, hallod? Az azért adja. Na, akkor mehetünk egy zsák cuccért. Ugye azért mindenképp el kell mennünk, mivel azt nem tudjuk azt, hogy úgy vesszük meg, hogy... Mit tudom én... postán kiküldik, úgyhogy azért mennünk kell mindenki. Meg kellett volna mérni, várjatok meg, milyen súlya van a T-modellnek, Dick. Tök jó, van itt egy mérlegelő telep. 1658, neked volna mázsálni a fát. Jó, figyeljetek, 2000-et kaptunk érte, nagyon örülök neki, mert tudunk menni magot. Egyébként nagyon-nagyon át kell gondolnunk, úgyhogy ötleteket nyugodtan írjatok, hogy mit vegyünk. Mármint legelején főleg, ugye. Például... először arra gondoltam, hogy hú, tök jó lenne egy vetőgép. Várj, a vetőgéppen mit csinálok? Most én hiába vetek mondjuk kukoricát, vagy búzát, ha egyszer nincs, nem lesz miben learatnom. Úgyhogy fölösleges például vetnem. Úgyhogy abba kell gondolkoznom, hogy egyelőre krumplizni tudok. Nagyobb területen esetleg, vagy hatékonyabban. De hatékonyabban hogy lehet krumplizni? Úgy, hogyha tudnám permetezni, hogyha tudnám meszezni. Érted? Úgyhogy ezeket a dolgokat, és nem jól feljöttem, gyerekek. Jaj, kezdődik mi? Itt árvágok? De, jó felejöttem, itt lesz a földesok. Érted? Hogy hatékonyabban kellene... erre nem? Nem erre, bazzer. Erre? Nem erre! Egyel orébe! Hol hülye? Megpróbálok átmenni itt. Itt van a mellettünk a földesút egyébként, ahonnan neked. Közvetlenül. Csak itt van egy-két... Jaj, de hülye vagy, kitör kezdődik. Na jó, itt a földesút. Jó, ilyen hülyeséget nem csinálunk többet. Ja, úgyhogy hatékonyabban meg úgy tudunk termelni krumplit egyelőre, amihez van ugye... amivel ki tudjuk szedni. Hogyha... tudnánk permetezni, trágyázni, műtrágyázni akár... meg tudnánk ugye... meszezni. Így tudnánk hatékonyabbak lenni ebbe. Egyébként azt a fát még lehet, hogy el kellene hozni gyerekenek. Nem tudom, mi legyen.
Ezt a fát még lehet, hogy el kell hozni. Itt a traktorunk világít ezerrel. Nézzük ezt a fát, hogy mekkora fa ez még. Hát figyelj, földobhatnám ezt még a platóra. Szóval kell csinálni. De jó, hogy nem látok hátra ebbe a gépbe, gyerekek. Szóval kell csinálni, hogy itt ezt még földobjuk a platóra, jó? Oké. Okay. Szóval még muszáj, mert ne legyen itt. Egyébként, ha megrakjuk ezután a fával a platót, egyelőre a másunk nincs, akkor mindenképpen azt kell csinálnunk, gyerekek, hogy kimaradni az úton, és nem, az, nem, úgy kell, nem úgy megrakni, hogy a szántásba, mert különben nem tudunk úgy neki menni. Jó, azt fölvágtam, és akkor ne legyen itt, úgyis útba lenne, és kellene hozni még egy zsákot akkor. Hát egy zsákunk elmegy borér. Ez kellemetlen, gyerekek, kellemetlen. De vonóra föl lehet állni, esküszöm, figyeld. Nem, az előbb föl lehetett. Jó, csak úgy felszórom, és egyenlőre, aztán ezt majd még elvisszük ám. Hát akkor mondjuk már rendezzük el, bazzaj, megkapkodja a keeper. Hallod-e? Milyen kevés egy óra, amikor igazából ilyen szenvedős. Jó, a sorskártya húzás, az ugye minden második részben van, tehát következő részben nem lesz. Ha páratlan részekben nem lesznek, ott akkor ugye nem vesztünk azzal időt, meg a következő páros részben sem nagyon fogunk veszteni vele időt, mert igazából ezután nem fogok ugye így magyarázkodni, hanem csak letabolunk, sorskártya, dír, megtörtént, visszatabolunk, ugye fél percet fog igénybe venni, szóval nem lesz az, hogy ilyen nagyon, mit tudom én, bonyolult. Meg ilyen hosszadalmas lesz mindeddig, jó van, akkor ezt figyelj, ellen le is panizom az egész, ezt akkor csapjuk meg a gyerekek, akkor kellene mennünk a izéért, egy zsákért, egyért, nem, később úgyis kell, de jó, egy elég, vajon, egy elég, nem, elég egy, azt ott rohad meg, akkor a maradék olyan lesz, amilyen lesz, itt ki tudunk menni, tökkel átra el tudok jönni, meg azt hiszem, hogy itt ez az út, ez merre vezet? Akkor tudnánk az úton közbekedni. Ja, hát ez sehol, ez csak ez a földhöz. Meg akkor vissza kell mennünk. Hoppa, szalakorlat. Jó. Nem megyünk egy zsák cuccér. Most gondolkozok azon, hogy 2000-ből meg kellene nézni, hogy mit tudok venni. És akkor azt el tudnám hozni, fel tudnám dobni a platóra. A fa mellé természetesen. Vagy pedig tartalékolunk. De megnézhetnénk 2000-ben, nem tudnék egy műtrágyázót, vagy valami ilyesmit, értitek? Amivel esetleg jobb hozamot tudnék előidézni a krumplival. Vagy nem tudom, hogy el kell távolítani a szárakat, mert ha el kell távolítani a szárakat, nem, azt még nem tudjuk, hogy a pörgető az megoldja anélkül. De ez különben esélyes, hogy a pörgetőnél nem kell eltávolítani a szárakat, akkor, de ha viszont kell, akkor meg kellene venni egy olyat, ami nem tudom, valami botos kaszád vagy akár, nem tudom, hogy meg tudom oldani. Na, várjatok, egy zsák, megjöttem el, bocs, ne haragudjál, kellene egy zsák cucc, mert rossz sem nem ettem meg. De akkor már itt vagyunk, akkor megnézzük jó izéket. Magzsák. Jó, egy darab kell, az. Oké, 2000-ünk van, ugye 1980. Annyit kellene nézni, hogy akkor... trágyaszóró, ilyenek érdekelnek. Nézzük végig, ekék. Direkt nem nézem meg egyébként a porkocsikat, mert most nincs rá szükség, meg fogjuk később nézni. Nem akarok mindent lelőni. Trágyaszórók, gyerekek, még vannak itt? Vannak ilyen, ezek izé, szervas trágya. Szervas trágya, 7000, 8000, csak nem is nincs is mit kiszórnunk, úgyhogy annyira ne is nagyon akarjunk. Talajlazító nem kell, növényvédelemnél még van esetleg, vannak modifikációink benne. Ó, van itt az ilyen izé. Földjegy, tank. Ez a 2000-ért figyel. A 400 nekem olcsó, mármint az a gond bele, hogy nem tudom, olyan izé. Van izé. Van 2000-ért, gyerekek, ez tök jó. Ez jó, de egyébként olyan lenne, jó lenne egy izé is. Egy. Itt van itt ilyen is. De jó. Mondjuk abba gondolkodtunk először, ugye? Műtrágya technológia, nézzük meg. Itt van, ugye ez nem tud messzet, ez viszont tud messzet, ilyen húzingáló, és te jó gyerekek, nagyon ász. 550 ér, itt van a messzezünk.
Meg tudom messzezni még a földet? Nem tudom, ugye? De mondjuk műtrágyázni lehetne. Melyik tud még ezért messzezni? Ez se tud messzezni. Ez tud messzezni. Ez valami felépítmény. Ez is tud messzezni 5003-ért. Gyerekek, egy ilyen huzingálós. Hallod, és ez tudod milyen, hogy a kerék hajtotta. Ez úgy van megoldva. Tehát ez még a izével is se tudod húzni, akármivel. Ez még a... Nincs izé, nem kell TLT-nek, na, azt akarom mondani. Ugye ez, voltak olyanok, ugye vetőgépek, és vagy egy csomónál is volt, hogy meg még mindig léteznek azok a dolgok, amikor úgy oldják meg, hogy vagy mit tudom én, hidromotor, vagy pedig pneumatikus, vagy pedig ugye kerék által lehajtott mechanikával. Jaj, de nagyon tetszik ez, gyerekek. Tök jó, azt lehet, hogy megveszem a csém. Akkor azt vegyük már meg, hallod? Azt vegyük már meg, nem? Mit rájöttek? Gyomlálók? Nem, nincs valami. Figyelj, van kapa, baze. Van kapa, max... Van kapa, akkor nem... Ezt a kicsi főret én megkapálom, öcsém. De valami jó színe legyen, mármint azért, hogy feltűnő legyen, nehogy elvesszem, hát jó, ennyit lehet. Jó, vettünk egy kapát. Az nagyon adja. És ne röhögjetek, bazent. Figyelj, gyomosodik, mit csinálsz? Kapálom, bazen. Kicsapom a fűjét. Azt, júj, várjál már! De mi a permetező köz? Úgy emlékeztem egyébként, hogy beraktam a háti permetezőt. Az hova került? Egyébhez? Vagy... gyomlálókhoz? Ja, itt a kapa volt, jó. Az egyébhez nem került be valami olyan? Parfis, vödrök... vannak itt ám csoda dolgok, gyerekek, ne nézzetek körül, mert nagyon-nagyon szép dolgok lesznek itt. Ó, jaj, már írjátok, hogy a Simpson az nagyon legyen. Nem, most ugye, ó, helikopter, aró, ne vicceljél. Jó, akkor mindegy, akkor műtrágya technológiából a huzingálost ezt megvesszük. Hát ez nagyon adja, jaj, meg ráadásul a fosbarna, hát ez tökéletes, aztán. Várj, akkor milyen? Mit, ja, izé, hogy legyen-e rajt burkolat, vagy ne legyen, gyerekek. Mit, hogy lekász? Legyen-e izé, matricázás, hogy ne, jó. Hát figyelj, ezt muszáj megvenni a gyerekek. Na, akkor bevásároltuk. Még maradt 1300 eurónk. Jó, az valahogy fel kellene lapátolni ezeket a dolgokat. Hopp, hiszen tudom húzni, baze. El tudom húzni. Hát menj a francba. De ezt hogy húzom el? Várj, ezt meg kell vizslatnom, hogy ez hogy működik. Hol van a izéje? Ez így? Hogy kell kinyitni? Nincs... Ez automatán, nem tudom gyerekek, hát most meg vagyok lőve. Viszont a zsák krumplit, nem viszont vettünk egy zsák krumplit, meg egy kopát. Ez az baró kell, kopa, az kell, lepán. Vettünk egy kopát. Jó, oké, akkor ezt van. Nem hiszed el, és paniszta a kopát. Nem hiszed el, nagyon állat, nagyon adja. Jó, megpróbáljuk fölcsatolni a vetőgépet. Megőrülsz? Nem? Milyen vetőgépet? Tudom, hogy nem vetőgép, na. Várj, messzet azt itt nem lehet venni, ugye? Hanem azt valahol van valami állomás, ahol meg lehet tölteni. Ezt nem lehet zsákba menni? Szóval most mi van? Ez így nem nagyon akar fölcsatolódni. Ez lehet, hogy még se lehet, hogy traktor kell neki, de bazen, nem értem én ezt. Ezt nem jövök rá, hogy ez hogy csatolódik ki? Nem látom, hogy lenne izéje. Van egy ilyen rudazat, az csácsúbi, érted? Hát ez bazen, hogy a traktorra nem tudom felcsatolni, akkor rácseszek. Á, gyerekek, ez nagyon adja. Na jó, menjünk haza. Egyébként rendesen tereli a gépet ez a sok cucc. Jó, van kapánk, van egy John Krumpling. Meg van egy útunk hazafele, meg lehet, hogy a traktorral el kellene nézni. Nem értem, hogy ezt miért nem tudom felcsatolni, lehet, hogy elkerült el figyelmem valami. Milyen még gyorsan megnézzük. Zük, zük, zük. Várjátok, álljál meg. Lehet, hogy rá is nézel ki gyorsan, jó? Egy pillanat, hogy ez hogy működik? Itt van egy rúd. De itt meg már nincsen meg a rúd. Látod? Ez nem módosítja. És nem írja, hogy mihez való? Nem írja, látod?
Lehet, hogy az a rúd az valaminek tévesztő volt, szerintem lehet, hogy traktor... Nem értem, lehet, hogy a traktorra föl tudom menni, hát nagyon bízok benne és nem fölöslegesen vettem meg. Jó, hát hogyha fölöslegesen vettem meg, akkor eladjuk. Vagy lehet, hogy egy bizonyos jármű után csatlakoztatható, ugye néha előfordulnak ilyen dolgok. Minden esetre nagyon imádni való ez az egész, főleg az, hogy van egy kapánk is most már. Ezt tetszik. Na jó, van reggel azt, vagy holnap már, mint a következő részben. Már tudok majd pörgetni az időbe, hogy nem lesz olyan szörnyű, sötét. Remélem, hogy annyira nem volt zavaró, én egyébként értem. Úgyis nagyon ritkán fogjuk valószínűleg kiúzni ezt a kártyát, mint minden kártyát. 1-30 az ugye az esélye minden kártyának. A... Szóval... Majd kiderül. Na jó, hát én szerintem itt le is teszem a Berdámot. És akkor a következő részben innen folytatjuk. Lehet, hogy majd reggel, hál' Isten már akkor, és akkor, már szuper lesz. Ja, kíváncsi vagyok, hogy a traktorral fel tudom bevenni ezt a, ezt a messzezőt, meg egyébként nem tudom, hogy meg tudom én messzezni ezt már. Mi is kell hozzá? Igen, a kopával meg tudom, nem kell permet, ez nem tudok kapálni. Úgyhogy tök jó, a trágyázással leszünk hadilában. De egyébként közben búcsúzom el, tármény típusú növekedés. Itt van a növekedés, jó. Igen, méz kell hozzá, ezt írja 1000-rel. Jó, az nuku metrágyázott. Jó, elbúcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Jók legyetek, remélem tetszett a rész. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és következő részben várlak benneteket. Tippek, trükkök, minden ötlet jöhet. Csácsovics öltészta.